csukd be a szemed, te is most kicsit... De mit fogsz csinálni? Kézíts! Ez most a stresszt előzzük... A stresszt előzzük a fejecskédből, jó? Azt mondta az indiai manusz, hogy el kell űzni a fejedből a stresszt. Így kezdünk. De ne köpködj már, az indiaiak. Ez csak sajt, kicsim, bocsánat. Na. Én nagyon jól tudom, hogy kettő pont az, ami a Norinának nagyon tetszik. Az egyik a nyak és a váll környék, a másik meg a lábfej. Hát élhal egyébként, hogyha leülök az ágy mellé, és ő neki a lába ott van mellettem egy centire, addig rúgdossa a lábát, ami jól van, fogom és már nyomkodom. Mondta, hogy vannak itt pontok. Nekem meg ne nyomjál valamit, hogy összeessek. Nem tudsz összeesni, mert fekszel szerelve. Jó? Viszket az orrom. Jó, megvakarom, így jó. Hol? Aha, fú, de tudtad. Ugye? Ezt is az Indiában tanultam. Ne! Nem azért, mert nincs. Ne, Béla! Ott tényleg nincs. Nem. Jó van, nyugodj már meg. De elviccelel. A csajon se volt, aki gyakoroltam. Én próbáltam egy kicsit azért a takaró alá beférkőzni valahogy, hogy nyilván mindenhol, mondta a Szácsin, mindenhol, minden egyes pontot meg kell masszírozni. Mint egy jó tanuló a tanártól, aki tanult, persze, hogy nyúlkálok jobbra-balra be. Már csak egy dologra vágyom. Na, mire, babá? Egy forró fürdőr. Mit szívad? Nem szerelmem. Ó, és meg is engedjem? Aha. Masszívat? Nem. Köszönöm. Ezt a mai nap. Hát, tudnék mondani erre most sok mindent, de inkább összepakolom a kristályaimat. Menjél, fürödjél. Jó.